Let's get it on. We don't give a what, what. We don't give a what, what. Get it on the floor. Get it on the floor. What? Get it on the floor. Get it on the floor. What? You don't wanna party and your ass gotta go. What? You don't wanna party and your ass gotta go. And you can ride to this motherfucker. Bounce to this motherfucker. Freak to this motherfucker. Let's get it on. A 10 éve megalakult Miskolc Steelers sajtótájékoztatóján a klubvezetés a kezdeti nehézségekre és a fiatalok töretlen lelkesedésére emlékezett vissza. A mozgatórugója az volt egyébként ennek az egész kezdeményezésnek, hogy akik ott szirmán dobálták a labdát, hogy akkoriban indult Magyarországon az amerikai futball élet. Egyre inkább alakultak a csapatok, kezdtek kinőni a földből minden városba, minden megyeszékhelyen azok a emberek, azok a csoportok, akik ezzel foglalkoztak, és hát Miskolcon ez volt ez. És alakult egy szövetség, aki felkarolta ezt az egész sportágat, és segítséget adott. Leküldtek hozzánk médiasztárokat, mint például Árpa Attila, aki ugye az egyik atya volt ennek a úgymond média szempontjából az amerikai futballnak, és hát ezek mind olyan impulzusok voltak, hogy nekünk ezt kell csinálnunk, és szeretnénk, és akarjuk, és hogy versenyezzünk, és ugye egyre inkább megvolt a lehetőségünk arra, hogy felszerelést szerezzünk, hogy lássuk a tévébe, ugye akkor indultak a közvetítések Magyarországon, az NFL mérkőzéseket akkor adták először a tévékbe, és igazándiból ez volt az, ami egyre jobban erősített minket, és hát napról napra, mint ahogy mondtam, próbáltuk kitalálni, hogy tudnánk mi is játszani csapatba. Ez a szerelem úgy alakult, részben a fiainknak, gyerekeinknek köszönhetően, ők próbáltak alakítani egy egyesületet, és mi szülők álltunk e mögé, a kezdeményezés mögé, és hát ez már közel 10 éves történet. Ilyenkor mindig eszembe jut az a beszélgetés, egy 2006-os beszélgetés régi testnevelő tanárommal, a Herman Otto gimnázium volt tanára a Gyűlvész Istvánnal, akkor 2006-ban mondtam neki, hogy nagy kalandba kezdtünk, alapítottunk egy egyesületet. Ez az egyesület, ez egy amerikai foci csapat lesz, és ő nem azt mondta, mint korábban sok esetben, hogy mit akartok ti ezzel a tojáslabdával, itt csak a kereklabda és a pöttyös labda létezik. Ő bátorított bennünket, és engem is személy szerint, és mondta, hogy sportolni és sporttal foglalkozni, ez mindig egy nagyon hálás, szerencsés feladat. Akkor mondta nekem, hogy egyszer még büszke leszek erre a dologra, és úgy gondolom, hogy eljött az az idő, amikor igazat kell, hogy adjak neki. Igenis, büszke vagyok az elmúlt 10 évre, és büszke vagyok arra, ahová elért ez a Marjaknyi csapat. Once again, it's the darker nigga, hit a sparker nigga, bring a partner nigga, with the dog is bigger, under stress, doing less, we wanna get blessed to the chest, with slugs from the Smith and West, best, rubber purple put a hurt on a nigga, dump six motherfucker feet of dirt on a nigga, my hands stay dirty, cause I play dirty the mob way, you don't know, fuck it, find out the hard way, a nigga's job is never done, a hand on my business had come, and it's never been a one-on-one, there hasn't been a problem, I dissolve them like salt, lock it up, like a fall, whenever records call, and it's my fault, keep niggas on point, ducking down, niggas like you need to get bust, you fucking clown, I extort to support my peace, and hold down the fort, never get caught if I creep, nigga, get it on the floor, 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 what? You don't wanna party in your ass, gotta go, what? You don't wanna party in your ass, gotta go, and you can ride to this motherfucker, bounce to this motherfucker, freak to this motherfucker, let's get it on. Amikor az ember sportot űz, akkor nyilván szeretne bajnok lenni, bárhol elindul. És hát ennek megvannak a fokozatai, mint minden sportágban. Nyilván egyszerűbb volt megnyerni egy Divízió 2-t 4-5 évvel ezelőtt, ugye 2010-ben, illetve a tavalyi döntőn is benne volt a lehetőség, egy nagyon-nagyon kiélezett és izgalmas csatát vívtunk az Újpesten, hogy megnyerjük azt a bajnokságot. Akkor sajnos nem sikerült, de ennek ellenére itt vagyunk. Itt vagyunk a legmagasabb osztályban, és hát mi lenne a célunk, mint hogy nyilván előbb-utóbb itt is meghatározóak legyünk, és akár megnyerjük ezt a bajnokságot. Én úgy gondolom, hogy nem az a reális cél,
hogy ezt idén fogjuk megvalósítani, nem is erre készülünk, hanem arra, hogy tisztességesen helytálljunk ebbe a bajnokságba, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk, hogy ide tartozunk a legerősebb csapatok közé, aztán majd idővel, ahogy beérnek ezek a fiatalok, beéri az utánpótlás, ahogy ugye majd menedzseljük a csapatot, és egyre jobb játékosok fognak, mint ugye az idén ugye Troy Rice-ak, vagy akár Vasil Jordant is említhetném, aki az egyik legjobb irányítója a magyar bajnokságnak. Talán eljutunk majd arra a szintre, hogy akár jövőre, vagy akár két év múlva elmondhassuk, hogy igen, bajnok esélyesek vagyunk, és ott akarunk lenni a bajnokságban, és megnyerni ezt a bajnokságot. Játékos anyagunk az gyakorlatilag mindig arra találjuk ki a taktikát, hogy milyen játékosokkal rendelkezünk. Elmondhatjuk, hogy a támadó egységünk akár a HFL berkein belül is az egyik legerősebb. Mint említettem nektek ugye az irányítónkat, egy nagyon rutinos, nagyon régóta játszó játékosról, a Budapest Wolvesba is játszott többek között, magyar bajnok, többszörös magyar bajnok, vagy akár Troy Rice-t említhetném, aki egy olyan közegből jött, ami itt Európában ugye még elképzelhetetlen, de ugyanúgy a többi játékosunk is, akár a falakat vesszük, akár a többi elkapót, vagy futójátékosunkat, a többek között Martin Medvecet, aki volt legjobb játékosunk is.
Mérkőzése a nyeretlenek csatája címet érdemelné ki. Az Újpest Bulldogs fogadta otthonában a Miskolc Steelers csapatát, hogy férfias küzdelemben eldöntsék, ki marad győzelem nélkül, és kivéshet fel egy becsületrovátkát a győzelmek rubrikába. A mérkőzés külön pikantériája, hogy ez a párosítás a HFL alatti osztály a Divízió 1-es bajnokság 2014-es döntőjének újrajátszása, ahol a miskolciak maradtak alul a Bulldogokkal szemben. Ezen az összecsapáson azonban az acélosok tűntek motiváltabbnak, és az első benyomást amerikai importkiválóságuk Troy Rice 3 TD elkapással nyomatékosította is. A miskolciak az ezek után járó egypontos extra rúgások helyett inkább rendre kétpontosokat választottak, melyeket a TD passzokat is kiosztó Vasil Jordan maga futott meg 3 ízben is. Az íre a pontot Hanász elkapása tette fel, kialakítva így a 30-0-ás végeredményt. Az acélosok így megtermelték a győzelemhez szükséges mennyiségű pontot, ám ezúttal védelmük is remekelt. Ugyanakkor az újpesti csapat győzelem nélkül zárta első bajnoki évét.